Nanotechnológia ihlette festmények, tájképek és portrék. Ezek Táncos György tanítványainak legújabb munkái, amelyekből az Adi iskolában nyílt kiállítás. Táncos György képzőművész 5 éve foglalkozik tehetséggondozással. Méhész, nyugdíjas építőmérnök, óvodapedagógus, de még radiológus is van Táncos György tanítványai között. Mindannyian tehetségesek és szabadidejüket festéssel, rajzolással töltik. Ezeket a képeket mikroszkópikus méretű részecskék ihlették. Nagy Edit radiológus elektronmikroszkóp alatt látható felületeket festett meg. Csodálatos új világba kerülünk. Bárki ránéz, mindjárt makrovilágra asszociál, és lehet is, mert nagyon sok hasonlóság van a mikro és a makrovilág között. Például egy-egy gondolat, érzelem, hangulat is megjelenhet a képeken. Az alkotókör tagjai nem csak mesterüktől, hanem egymástól is tanulnak. Legalább eljövök. Igaz, hogy a kórusba is járok a vegyes karba, de ezt is nagyon-nagyon szeretem. Jó, hogy egy héten az ember eljön olyan hasonszörű érdeklődők közé, mind amilyen saját magam is. Táncos György a tanítás mellett alkotótársként is részt vesz a közös programokon. Mester és tanítványai szívesen járnak például a Gébárti tóhoz, ami jó lehetőséget kínál a tájképek készítésére is. A cél valahol az, hogy részben egy tehetséggondozás keretein belül vagy mellett az alkotás örömét éljék át a körtagjai, és hát természetesen automatikusan ezzel eljussanak egy olyan szintre, akár rajzi tudás, akár a festői vonal elmítése, hogy ebbe saját maguk is örömet leljenek. Eddig a Móricz galériában és az Adi iskolában tekinthette meg a közönség az alkotók képeit. Táncos György arra törekszik, hogy tanítványai a jövőben Zalaegerszeg mellett a megye több településén is bemutatkozhassanak.